gyerekes program lesz, amiben egy babaházat fogunk csinálni. Tartsatok velem! Szóval ide fogjuk bepakolni ezeket a cuccokat. És majd ti is megcsinálhatjátok egy ilyen ekkora dobozba. Szóval nézzétek meg, hogy hogyan csinálom. Lesz ez a doboz, rajta van egy ilyen cukika, és ezt is be fogjuk ragasztani egy képnek. Na, kezdjük is. Kell hozzá ragasztó. Mindjárt meg is mutatom. Ez a rendes, ez a prit, ha jól látom, akkor ez kell. És ha anyukátok adik, ez a doboz, amit én elkészítettem, látjátok, hogy oda beragasztottam egy ilyen kis, levágtam a tetejéből egy darabot, és annak a felét ide beragasztottam, mert ugye ez lesz a fejének. Ebbe a dobozba fogjuk rakni ezeket a dolgokat. Igen, és itt az egyik babám, ahogy látjátok. És jött egy új baba hozzánk, akit Évának hívnak. Szóval ő is velünk fog tartani. És van velünk még egy baba, akit sajnos nem tudom hol van, de elő fogom nektek keríteni. Na szóval. Na, csináljuk is tovább. Raktam a földre, ahogy látjátok. Szóval neki is állhatunk a dolognak. Itt van a drága miácskánk. És ezt látjátok, hogy ez a szokszó póló van rajta, amit én adtam rá, és ilyen kis cipőcskéje van. Ő az egyik babácskám. Itt van a másik. Őt Lizának hívják. Neki is ilyen sárga cipőcskéje van. És neki is ilyen hug me, csak ez más irattal van. Ő is ez a második kis babácskám. Cuccok, amiket lepakoltam az ágyból a földre. Még látjátok, hogy ott vannak a plüssök, azokat is bele fogjuk rakni. És itt vannak a babák. Na, kezdjük vele. Ő Éva. És látjátok, hogy neki ilyen lila haja van, egy gyönyörű, és love you, az van ráírva. Vagyis ez azt jelenti, hogy szeretlek téged. Igen, és itt van a kis cipücskéje. Igen. Ő az első baba. Itt a második, akit Miának hívnak. És őt nagyon kedvelem, mert ő rakta be ezt az ágyat. Ilyen szépre. Ahogy látjátok. Na, ilyen is szokszó van ráírva, az, hogy puszíj meg. Szóval, igen. És neki is ilyen kis cuki cipője van. Na, nézzük a harmadikat. Ide hug me van ráírva, vagyis ölelj meg, azt írja. És neki ilyen rózsaszín a haja. Csak nem fésültem ki. Majd azt is kifésüljük együtt. És neki is ilyen csak sárga a cipőcskéje. Na igen. Na, térjünk vissza a tárgyra, amiért most velem vagytok ebben a videóban. Na, sziasztok, közben itt vagyok. Szóval ez a mi dobozunk, amit mi fogunk megcsinálni. Kezdjük is. Nézzétek, itt van ez a ragasztó, amit én szeretek, mert ez a prit az a kedvencem, mert látjátok, hogy ez ilyen jó állagú, és van még benne csomó, és így lehet tekerni. Szóval igen, ez tök jó. Na, ezzel fogunk ragasztani.
ezek dobozokat amúgy. Látjátok, hogy én itt ezt megcsináltam a babáimnak, amikor még nem volt ez a doboz. Vágjunk is bele! Első ez a doboz, amit már mutattam. Szóval itt az alján be kell ragasztózni. Ígyni. Beragasszuk, mondjuk ide. Na, be is ragasztottuk az első dobozkánkat. Most jön a második, ami ez lesz. Itt van rajta ez. Ezt imádom. Na és ide beragasszuk. Ezt is szintén beragasztózzuk. Na, ez a második, amit beragasztunk. Itt a második dobozkánk. Most beragasztjuk ezt az ebédlőt, és nekem ezek a kis tányérkák, amit ide fogunk beragasztani. Vagy ide. Ide fogjuk ide. Be is ragasztózom. Ezt be is ragasztjuk ide. Következőnk, amit ide fogunk ragasztani, vagyis kell nekünk egy olló. Kell nekünk egy olló. Én ezzel szoktam, anyukám nagyon mérges szokott lenni, amikor ezzel az ollóval vágom, de ezt te mondjátok meg neki. Na, vágjuk is ki. Nézzük. Itt ki kell vágnunk, ahogy bevágtam. Na és itt szépen kivágjuk. Ki is vágtuk. De itt még egy kicsit vágni kell. Itt már ki is vágtam a csodánkat. Megnézem, hogy egyforma-e. És egyforma. És itt is ki kell vágnunk, mert akkor hogy jutnak be? Szóval ez jó kis mulatság. Nagyon türelmesnek kell lenni, mert ez nagyon sok idő. Most itt ki is vágjuk. Mint ahogy látjátok, itt lehajtottam, és ide jövünk az aljára. És ott kivágjuk. Ki is vágtam. Na itt meg is van. Látjátok, ez az a kis ajtócska. Most már csak nincs más hátra, mint hogy beragasztózzuk.
elosztóztam, és most szépen itt, ide ragasztjuk. Így bedöbdössük, hogy oda ragadjon. És már csak egy dolgunk van hátra, mint hogy ezt szintén beragasszuk. Nézzétek, én ezt nem ragasztottam be, mert csinálhatok ilyen kis fotelt, meg csúszdát, vagy ilyenek, szóval igen, elég értékes. Én is itt elfelejtettem kivágni, szóval itt már is mutatom. Csak nem tudom, hogy hol a csoda olló. Eltűnt. Itt van. Vágjuk is ki. Csak ez nagyon nehéz. Tudja valaki, hogy miért nehéz? Inkább nem vágom, mert ott láttátok, hogy egy kicsit kiszakadt. Na, akkor ezt is beragasztjuk szintén. Az öt bemászott doboz az ágy alá. Oldalt, ahogy láttátok. Amúgy ez nagyon sokáig tart, és amúgy tök jó így ragaszgatni, csak türelem kell. Mert ezeket a dobozokat nagyon sokáig kellett csinálni. Na ezt meg ide fogom beragasztani. Ezt is itt bele nyomkodjuk. Már csak be kell rendezni. Mindjárt jönnek a babáim, és akkor be tudjuk rendezni. Val, tök jó. Na, hozzuk a babáinkat, és berendezzük. Itt is vagyok, meg is érkeztek a babáim. Azért plüsseket nem hagyom ki, mert őt nagyon szeretem például. Mert ő nagyon cuki, meg ő is. Ez egy mókus. Ez egy ilyen csibe, ami egész fura. És itt egy nyuszi, amit a húsvéti nyuszitől kaptam. És ő este életre kell. Mert ugye mindenki tudja, hogy este a játékok életre kelnek. Szóval ők igaziak. Őket fogjuk berakni a házikóba. Tartsatok velem! És meghoztam a játékaimat, amiket be fogunk rakni ebbe a kis házikóba. Legfőként őt nagyon szeretem, mert ő egy ilyen kis cuki és amúgy puha. Meg ugye itt van a kis haja, meg itt van egy kis szárny. Kettő is van. Itt van mind a kettő. És ő egy ilyen csirkeszerű hajjal tudom. És amúgy mókus is van, ő is nagyon cukika, és vele szoktam minden nap aludni. Itt van ő is egy plüssállat, de amúgy ők igaziak, mert mindenki tudja, hogy este életre kellene. Ebben is tartsatok velem, ahogy berendezem az állatkáimat. Fogtok egy zoknit, és az egyik, mondjuk én ebbe beteszem, már ez lesz egy ágy. Fogjatok egy ruhát, hajtsátok össze. Én mondjuk ezt. És beteszem ide. És
befektetek bele, befektetek bele kettő babát. Mondjuk ezt a kettőt. A Lizit és a Miát. Őt mondjuk befektetem a másik ágyba. Szerintem tök mindegy, hogy hova fektetjük be. Csak megmutatom. Őt berakom a székecskébe. Vagy ha mellé fér valamelyik, akkor őt is beteszem. Megnézem ezt a mókuskát, hogy befér. Igen, befért. Most jön ez a imádható cuki nyuszi. Őt ide beteszem. És és ha nektek van valami ilyen csapótok, ami így begörjed, akkor ebből tudtok csinálni egy tartókát. Meg is mutatom, hogy hol. Hogy egyszerre indítjátok el őket. Várjátok, ehhez nem sikerült. Nézzétek, valahogy így gondoltam, hogy megkörnyítem egy... Így, nézzétek. Szia! Szia, Jászmin! Szia, Pablo! Gyere, sárgy be! Gyere, Jászmin, megmutatom, hogy mit csináltam. Jó. Ez egy babaház, amit csináltam a babáimnak. Meg akarod nézni? Igen. Ez itt egy ilyen ágy, amin fekszik ez a baba. És ez is egy ágy, aminek itt van belseje, és be tudom itt takarni őket. És ez itt egy ilyen fotel, mind a kettő oldalon. És itt van a két tányér, amin szoktak enni a babák. És itt van a fésű, meg a hajcsattuk, és a rózsaszínnak van egy hajgumi. És itt is van egy szintén fotel, és ezt ki lehet itt szedni, hogy így... Nagyobb legyen? Igen, hogy ide tudja tenni a lábát. Ilyen távcső, ha mondjuk olyat játszasz, hogy eltűnik egyik babád, és akkor a kettő baba így megnézi, hogy hol vannak. Tök jó. Lehet, hogy én is elkészítem. Akkor meg tudom nézni a videómat, hogy hogy csináltam ezt a babaházat. Jó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és lájkoljátok, kövessetek, iratkozzatok fel, ne felejtsétek el lájkolni ezt a videót, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!